A tél megérkeztével gyakorivá válnak a ködös reggelek és akár délelőttök is. Sokszor alábecsüljük ennek az időjárási jelenségnek a veszélyeit. A köd miatt sokkal nehezebb a távolságokat megbecsülni. Ez nem csak a megfelelő fékút tartásánál, de az előzéseknél is komoly problémát jelenthet. Látni és látszani, ez a kulcs a biztonságos közlekedéshez. Reggelenként, meg van, amikor egész nap ugye tényleg a látási viszonyok korlátozottak a köd miatt. Hát ilyenkor az egyik legfontosabb dolog az, ugye, hogy ne csak mi látszunk, hanem mi is látszódjunk. Tehát ez lenne a legfontosabb, hogy a világítást kapcsoljuk föl igazából. De először térjünk arra, hogy elindulás előtt ez a szélvédőket takarítsuk meg, mert ugye azt hiszük, hogy köd van, aztán lehet, hogy még sincs köd, ugye, igazából, tehát ezt takarítsuk meg. Utána pedig, amikor ez van, indulás előtt nézzük meg ugye a világító és jelző berendezéseinket, hogy működnek-e mindenféleképpen, mert ugye lehet, hogy hiába kapcsolgatunk, de nem fog működni. Bizony nagyon sokszor lehet látni olyan járművet, amint az egyik oldalán világít a lámpa, és lehet, hogy a tulaj nem is tudja, mert meg se nézte. Hát ez lenne a legfontosabb. És utána, amikor elindulunk, ez a másik nagyon fontos dolog, hogy nagyon sok most már a modern autó, amelyben ugye nappali menetfény van, ami automatikusan fölkapcsolódik, és ezt nagyon jól tudjuk, hogy ez a nappali menetfény csak előre világít, hátsó lámpákat nem kapcsolja be. Ilyenkor mindig gondoljunk arra, hogy hátulról is kellene, hogy látszódjunk, tehát ekkor a gépkocsijától nyúljon oda, és kapcsolja a tompítót rá, tehát az automata rendszert kapcsolja le, és kapcsolja a tompítótra a kapcsolóját, és ekkor a hátsó világítás is fog látszani. Ezt a műszerfalon fogja látni szépen, hogy világít neki a zöld lámpa, ugye egyébként, amikor csak a nappali menetfényjelző világít, ugye, akkor ez nem világít. És innentől kezdve talán biztonságban érezhetjük magunkat. A ködlámpákat sajnos még napjainkban is sokan helytelenül használják. Ha olyan helyen közlekedünk, ahol sűrű köd van, és kevés az autó, tehát nem közeli távolságban követik egymást az autók, akkor érdemes bekapcsolnunk ugye a hátsó ködlámpánkat is, ugye, igazából azért, hogy messziről látszódjunk. Erre is fölhívna a figyelmet igazából, amikor autópályán közlekedünk, és egymás után, tehát oszlopba közlekednek az autók, fölösleges használni, mert próbáljuk ki, amikor megyünk egy ilyen autó mögött, elvakít bennünket. Tehát ezt azért odafigyelve legalább nem alszunk el, tehát ugye, hogyha ritkul az autó körülöttünk, fölkapcsolom, ha sűrűsödnek az autók, lekapcsolom a hátsó ködlámpánkat. A fényberendezések mellett fontos, hogy mindig hagyjunk nagyobb féktávolságot, mint amit az érzékelésünk diktál. A köd gyakran képes megtréfálni az autósokat, így azonban jelentősen lecsökken az esélye egy balesetnek.